sziasztok! Szeretünk viszont titeket! Going on to 70, they will give you a ticket. But not in this weather. So if you drive too slow, it's also something that you cannot do. Was anybody in the car watch Game of Thrones? Yes. Remember the Dragonstone? That's the island over there. When we come down to the Black Sand Beach, that was the Dragon Nest. It's also where people die. Because of the waves? Yes, if you're stupid, then you can die there. Okay. Stay away from the waves. Watch this. Show it to everybody. I dragged this prick out. By the third wave, he could not stand up. He could not move. Oh, that's you dragging him. Yeah. This guy would have drowned, probably. He couldn't walk. We had to drag him out on his belly all the way up there. It was the same kind of tour, like this? Yeah. No, but he was not in my tour. Twice, somebody said to him, don't go there. Get back. So for amazing photo, he almost drowned. And what are you gonna do with amazing photo when you're dead? And we will have some big waves now. Okay. There are some people around here. Okay. So the wind is gonna be in this direction, as you can see the people coming back. Yeah. Uh-huh. It's gonna be windy, but when you come down there, it might be a little bit more shelter there, but I will walk with you down there. Okay. Ez nagyon rossz itt. Nem. Ez a szél mennyire kemény. Soha nem voltam ilyen erős szélben. Te voltál már? Nem, soha. Ez a gyönyörű fekete homok. Annyira félem. Ez ki fog jönni? Ki fog jönni most? Yeah.
szöveket! Ja. A fekete szúros kis homokot tartott a szél. De gyönyörű, gyönyörű! That was crazy. It's a little windy. It's a little windy. Most látod, hogy miért kék minden. Mert ez a lelmes fény, és nézek, hogy ez milyen kék. Látom. Ennyire kék. Kék óra csúcsában vagyunk. Fantasztikus volt. Ez elképesztő. A viking fejedben a sapkában. A helyinek. Szok egy kávét? Can I have an americano to take away? Now we saw the sign, so maybe we drink it here. Drónokharc a forgatásról beszélgetnek. Az áramgenerátort kitolták ide a partra, és beragadtak a teherautóval a homokba. És kellett egy másik teherautó, amivel kirángatták. Yeah, like... That's the word you say when you sit in the car. Oh. Éppen indulunk el a hatyúkhoz, mert nagyon izgatottak vagyunk. És én fogom tudni egyik hatyú, de nem tudom, hogy melyiket, de ha kiválasztok. Sziasztok! Szeretünk viszont titeket! In US you have a one big fat guy which is your Santa Claus. In Iceland we have 13 called Julelads. Kids in Iceland behave extremely well for 13 days every year. Just because of that. But we have a lot of special letters. It's like Hungarian, we have strange characters as well. The people who have the easiest way of learning Icelandic are the Germans. German living here for 10 years. Can't really tell, but a Scandinavian you will always hear it. 1000 évvel ezelőtt a skandináv és az izlandi nyelv az ugyanaz volt, de mivel az izlandiak teljesen elszigetelten éltek ezen a szigeten, ezért az ő nyelvük nem változott semmit, a skandináv nyelv ugye rengeteg behatást kapott. Erről mesélt az előbb az idegenvezető. Köszönöm a figyelmet. Szóval a tél az nem a legalkalmasabb évszak Izland meglátogatására. Most az utolsó vízeséshez, mert gyakorlatilag sötétben értünk ide, azt mondta a tour guide, hogy azért is jövünk ide később, mert hogy ez ki van világítva ez a vízesés, hát azért ez egy erős húzás. De hát a folyton a vízesés, az nagyon szép, csak lehet, hogy ti nem fogjátok látni. De fogják. De higgyétek el nekünk, mert hoztam lámpát. Elmeséljük, hogy milyen jó. Így készül a szép fotó és a videó. Hosszú expo. Menjünk gyorsan, bemenni mögé. Hadd legyünk jó vízesek. Nézd, ilyen jó lámpám van, és látszik mögötted a vízesés is. Gyönyörű. Jó, ez innen elképesztő. Aztán mindenki. Nagyon kérdelmetes, de én biztos vagyok benne, hogy itt lehet lemenni. Anya, mondjál egy komfort, valamit. Gyönyörű, nem tudok mit mondani. Ennyi lámpával bénázunk ide. Annyira kajandos. Egyébként ez nem kívülik ebben, de jó. Az a jó, nem is néz úgy ki, mintha csúszna. Jézusom, de jól néz ki. Aszta! Hát ez egy igazi kapszularejtős hely, és nincs nálunk kapszula. Vissza tudunk jönni. Anya, állj meg! Állunk a vízesés mögött, aminek nem tudom a nevét kiejteni, de majd megtanulom, esküszöm. Wow! Halálosabb is volt.
volt így sötétben szerintem. Igen. Kezem azért lefagyott, és nálam is van kesztyű. Nem vettem föl. Árgyus. Árgyus. Welcome to Árgyus. Melyik kakát kéred? Ezt a kakát, vagy ezt a kakát? De azt nem tudom, hogy észrevetted, de hogy? Hát meg kétszer van benne a süti. Csokis süti. Tudakaka. A hölgy mellettem, ő lovat eszik. Ő maga egy lóevő. If I tell my daughter that you ate a horse, she'll be really angry. Oh my god. It really is good actually. It tastes like steak, but like a buttery, tender steak. How long you get to married? We are 8 years married and we still want to get in the bubble. Gotta keep it exciting. You shouldn't walk and watch us, yeah? We all have to promise each other, yeah? We're not gonna walk and stare. Okay, ready? Try it. You're gonna be like, oh, nothing, it's like nothing. It's really good. Just do it. Nem jó. Nem jó? Érzem, hogy nem marha, hanem ló. Nem ló. De ez olyan, mint hogy a báránynak is van bárány íze, ez ló íze. Igen. De ő bepusztította az egész lovat. Erre szokták, hogy olyan éhes vagyok, meg tudnék enni egy lovat. Ez a csaj, ő megevett egyet. Én nem bírnék meg enni egy lovat. De nem ezt a lovat akartad. Más lomóra tették el. Közös lomóra. Nóri, én ettem egy darabot ezekből a lovakból. Hát megpróbálok ettől elvonatkoztatni. Nagyon izgény buborékban fogok aludni. Elég jó bevásároltunk egy. Igen, hétre mennénk. Hétre mennénk. Hétre mennénk. Szóval ezt nem tudom lefordítani. Blasian. Igen, hogy a fekete és az ázsiai emberek. Ha összeházasodnak, abból születik a Blasian. És ő azt mondja, hogy a Jamaica nem sokára egy ilyen Blasian country lesz. Nagyon sok ázsiai költözik Jamaicába. Do you go home very often? Yeah, I live in Jamaica. He lives in New York, I live in New York. I visit. We travel every 2 months. I'll show you. Okay. Many followers. Are you popular in Jamaica? Yes. You are famous in Jamaica because of my social presence. So you are an influencer. Tell me your name. I'm gonna follow you. Oh yes, yes. It's Rich. Wow. Rush. The bubble work in their way. It's they are inflated with hot air. And there are two doors, which work as an airlock. So you open the first door, step in, close it behind you, before you open the second one. The next thing we need to do is walk up there. Let's hike. Hope you enjoy your stay. You guys wait up there. Nora, wait. Minden oké. Csak kicsit fúj a szél, bevásároltuk és nehéz a csomag. Amiatt vagyok szomorú, hogy sötét van. Hogy sötét van, igen. De hogyha látunk északi fényt, akkor majd megköszönöd, hogy most jöttünk. Az élethez szerencse is kell, nem? Ez most azon múlik, hogy lesz-e valami ott, ha még igen, majd nem. See you tomorrow morning 8:25. Bye bye. Bye bye. Ez tényleg egy buborék. Ez nagyon vicces. A sátorozás modern formája. De még a hangja is így visszhangzik. Ilyen furán tompa itt. A természet nagy ölén. Alszunk, és hát reméljük, hogy látunk észrevétét. Sziasztok. Azért az olyan majdnem, mint a szabad ég alatt aludtam. Akkor próbál róla elkészíteni egy tökéletes fotót. Én most kint. Jaj, vigyázz! Sétálgat a bubi körül. Rohaja. Beállítani a fényeket.
So? Kinda beat the sun. But it's not green. I don't know. Oh. Freezing. Death. Azt történt, hogy az északi fényfigyelő app, és nem csak minket riasztott, hanem a buborék társainkat is. Úgyhogy kirohantunk, és most keressük az északi fényt, de egyelőre még nem látjuk. I think if the Nordic light comes up, it will be quite obvious. Love at first sight. You don't know what it is till it pops up. Én csak azért vagyok bizakodó, mert most megnéztem a PAM kutyáik videóját, több tavaly úgy kicsivel előttünk jártak, amikor most nálunk ott mentek. És mi mentek be, igazából nem vették észre, mert egyáltalán nem volt zöld, csak olyan furcsán, fehéresen ugráltak a fények. És akkor megnézték az elkészülőket, mert azt látszik olyan, amiket így lehet látni, a sarki fény. Tehát mi is itt már látjuk, csak nem tudjuk, hogy látjuk. Nem tudom, mi most bírjuk? Várunk? Nézzük? Álltsuk be! Nem ránk omlott a hely. Mit csináltál, apa? Két másodpercre volt nyitva mind a két ajtó, és rögtön összeesett. Itt teljesen megkutyant. De most hadd fújjam vissza, gyere! Gyere, kifeszül. Megy fel a plafon. Nem látunk egyelőre sarkit. És ez a legizgalmasabb az egészben, hogy nem mindent tudunk megmutatni, és nem azért, mert nem akarjuk, hanem mert halljátok a hangomat amúgy, hogy milyen vicces. Valamint ha belennék mikroportozva, tisztára, mint a tévében. Ezt most csak elmesélni tudom, hogy soha nem látott érzés, mert abban a pillanatban, hogy nem kap fényt, a buborék az megszűnik létezni. Maga az érzet az tényleg az, mintha az erdő kellős közepén ülnénk a szabad ég alatt. Lassan átveszem a pizsimet, és lekapcsoljuk a villanyt. És ez lesz a jó reggel, amikor felébredünk, ugyanilyen sötét lesz. Az a legviccesebb, és egyáltalán semmi különbség nem lesz. Elmesélte a vezetőnk, hogy 21-éig még napi 3 perccel rövidülnek a nappalok. És onnantól kezdve ugyanúgy elindul visszafelé, és aztán 3 perccel mindig hosszabb lesz. De majdnem biztos, mert most mondom, pedig 2 napja vagyunk csak itt, hogy ide vissza fogunk még jönni. Nektek is nagyon jó vagyok. Sziasztok!